47. fejezet Keltén szorosan összefogta maga körül vörös köpenyét, élvezettel töltötte el a ruhadarab melege. Miért kellett a szabadban tartani ezeket a párbajokat? Halára fog fagyni, mielőtt ide tolna a képét az az orgyilkos. Piszkálni kezdte a zsebébe rejtett parányi üvegcsét. A faasztalra két kupát állítottak. A jobb felül itt kellett szárdott ilyen markába nyomnia nem szabad összekeverni a két edényt. A király mellett álló Perington felé pillantott. A nagyúrnak fogalma sem lehetett arról, hogy kis kedvencének mik a szándékai, miután megszabadulnak szárdot ilyentől. Amikor Dorian újra szabad lesz. A nő vére valósággal forni kezdett a gondolatra. Hirtelen felragyogott körülötte a világ. Az idős herceg közelebb lépett, Keltén továbbra is a kőlapokkal borított udvart nézte, ahol nem sokára megkezdődik majd a párbaj. A férfi fölé tornyosult, ahogy megállt előtte. Eltakarta a nőt a királyi tanács többi tagja elől. Így senki sem velti észre, mire készülnek. Egy kicsit hideg van ahhoz, hogy ideként párbajozzanak, jelentette ki a főnemes. Keltén elmosolyodott, és csókra nyújtotta a kezét. Kabátja bő újja ráborult az asztal lapjára. A vörös függöny eltakarta a másik szabad kezét. Kipattintotta az üvegcse dugóját, és a tartalmát beleöntötte a borba. Mire a herceg felegyenesedett, a méreg fiola már el is tűnt. Az adag nem volt halálos. Csupán legyengíti szárdot ilyent. Az a ribanc rosszul lesz, és elveszíti a tájékozódási képességét. Az ajtóban felbukkanó testőrt több társa követte. Alacsony alak lépkedett közöttük, de hiszen férfi ruha volt rajta. Keltén ugyanakkor kénytelen volt beismerni, hogy a fekete és aranyszínű zekét igencsak ügyes szabó készítette. Milyen különös, hogy egy nőből is lehet orgyilkos. Most azonban, hogy a maga valójában láthatta, hirtelen érthetővé vált vetétársa minden furcsasága és esendősége. A nemes hölgy újjával végig simított a kupa talapzatán és elvigyorodott. Perington kegyelmes úr bajnoka az óratorony mögül bokkant elő. Keltén felvonta a szemöldökét. Hogy a csudába gondolhatják, hogy Szárdot ilyen legyőzhetné ezt az óriást? Még úgy is, hogy nincs elkábítva. A nemes hölgy elhátrált az asztal mellől, Perington elfordult, hogy helyet foglaljon a király oldalán, és közben megérkezett a másik két jelölt is. A nézők mohó tekintettel várták, hogy kezdetét vegye a vérontás. A párbajra azon a belső udvaron került sor, ahol az obszidien óratorony is állt. Csak kevés hiányzott ahhoz, hogy a remegni kezdjen. Semmi értelmesen volt, hogy kint kintartsák meg a párbajokat. Ha csak nem, ezzel is kínozni akarták a jelölteket. Vágyódó pillantást vetett a palota falában ragyogó hatalmas ablakok felé, majd elnézett a délrel borított kert irányába. A keze már érzéketlenné vált, zsebre dugta. Szerencsére a zsebét meleg szőrmével bélelték ki. Odalépett kol mellé. A kapitány a kockakövekre krétával rajzolt, jókora kör mellett állt. Iszonyúan hideg van idekint, szólította meg. Hiába bélelték nyúlszörrel az zubbony gallériát és úrjait. Miért nem szóltál, hogy itt kint leszünk a szabadban? Kóla fejét csóválta, megnézte magának sírt és rönót, a koponyaöbölből származó zsoldost. Szeléna elégedetten látta, hogy a fickó is igencsak nyomorultul érzi magát a hidegben. Mi sem tudtuk. A király csupán most döntötte el. Válaszolt a kól. Így legalább nem tart majd sokáig. Halványan elmosolyodott, ám a lány arca komor maradt. A kék-kék fényesen ragyogott. Szeléna összeszorította a fogát, amikor egy erősebb széllökés mart az oldalába. Lassan elfoglalták a nézők a hosszú asztal mögött felsorakozott tizenhárom széket. Középen a király és Perington ült, keltén az idős főnemes mögött állt, gyönyörű, fehér szőrmével bélelt piros kabátot viselt. Találkozott a tekintetük, Szeléna el nem tudta képzelni, hogy mivel érdemelte ki a nő mosolyát, keltén elfordította a fejét a torony felé. Az orgyilkos a tekintetével követte a pillantását, és mindent megértett. Káin az óratoronynak támaszkodott, zubbonya majdnem széthasadt a rettenetes izmok fölött. Az a rengeteg ellopott életerő. Mi történt volna, ha a riderák szelénát is megöli? Akkor ma mennyivel lett volna erősebb ez a szörnyeteg? Ráadásul a hegylakó a királyi testőrök vörös és arany szolgálati ruháját viselte. Széles melkasán ott ragyogott az uralkodó címerállata. Az oldaláról gyönyörű kart lógott, alig, ha nem Perington ajándéka lehetett. Az idős főnemes vajon tudta, hogy milyen módszereket használ a bajnoka? Szeléna nem látta értelmét, hogy felvilágosítsa a urat, egy szavát se hinnék el. Rosszul lét törtre, amikor Kól megragadta a könyökét és a belső udvar túlsó végébe vezette. A lány figyelmét nem került el a két idősebb búri ember aggódó pillantása, egy bicentéssel üdvözölte őket. Urizen és Gárnál, nagy Úgy tűnik sikerült megszereznetek azt, amiért ölni is képesek lettetek volna. Most pedig már azt is tudjátok, hogy ki vagyok. A két főnemes jó két esztendővel korábban bérelte fel egymástól függetlenül, hogy megöljön valakit. Mindkettőjük célpontja ugyanaz az ember volt. Az orgyilkos ezt persze nem kötötte az orrukra, és mind a kettőtől elfogadta a fizetséget. Amikor rákacsintott nagy nagyúrra, a férfi elsápadt és felborította a kupáját. Forró kakaó ömlött a papírjaira. Nem kellett volna aggódnia. Szeléna megőrzi a megbízói titkait. Ennyivel tartozik a saját hírnevének. Ha viszont esetleg szavazással döntenek a szabadságáról, rámosolygott Urizen nagy is, a férfi gyorsan félre nézett. Szeléna ekkor észrevette, hogy valaki bámulja. A király. Valahol mélyen legbelül remegni kezdett, és sietve fejet hajtott. Készen állsz? kérdezte Kól. Szeléna nagyot pislogott, mert elfeledkezett arról, hogy az ifjú ott áll mellette. Igen, válaszolta, de nem mondott igazat. A szél beletúrt a hajába, a dermesztő fuvallat megpróbálta még jobban összekócolni a tincseit. Az asztal mögött Dorian is felbukkant. Ahogy mindig, most is szívfájdítóan jól nézett ki. Komoran a lányra mosolygott, miközben zsebre vágta a kezét, és az apja felé fordult. A királyi tanács utolsó tagjai is leült az asztal mellé. szerén a félre billentett fejjel figyelte, ahogy váratlanul Nehémia is felbukkant. A sötétbőrű szépség megállt a hatalmas fehér körperemén, peremén, szőke barátnője szemébe nézett és bátorítóan biccentett neki. Lenyűgöző ruhát viselt, testhez álló nadrágot és bő kabátot, melyen finoman megmunkált vaspirálok díszítettek. A lábán térdig érő csizma volt, a kezében tartott farúd, olyan magas volt, mint ő maga. Szelén a szeme majdnem könybe lábadt, amikor rájött, hogy a barátnője az ő tiszteletére öltözött fel ilyen szépen. Az egyik hartos így mutatja ki a megbecsülését a másiknak. Mindenki elhallgatott, amikor a király felállt. A lány gyomra kővé vált. Egyszerre érezte magát ügyetlennek és tehetetlennek, ugyanakkor pedig könnyűnek és gyengének, mint egy újszülött. Kól oldalba bökte a könyökével, Intett neki, hogy álljon oda az asztal elé. A lány nagy nehezen közelebb lépett, a világ minden pénzért sem pillantott volna a király szemébe. Szerencsére két oldalt felzárkózott mellé Rönó és Sírics. Ha Káim mellé került volna, akkor valószínűleg most rögtön megpróbálta volna eltörni a gazember nyakcsigolyáját. Olyan sokan bámulják őket. Alig tíz lábnyira állt Éderlen királyától. A zsarnok kezében volt a szabadság vagy a halál. Múltjának és jövőjének bírája ült előtte az üvegtrónon. Nehémia felé fordult. A hercegnő gyönyörű szemének lángoló pillantásától elöntötte a forróság, és a kezéből kiállt a remegés. Édenlen királya megszólalt. Az orgyilkos pontosan tudta, hogy a király arcának látványa csak aláásná a Nehémia szemében megtalált új erőt. Éppen ezért nem a férfit nézte, hanem annak a háta mögött az üvegtrónt. Vajon Keltin azért van itt, mert Perington herceg elárulta neki, hogy a valójában kicsoda? Kiemeltünk benneteket a nyomorúságból, és esélyt kaptatok, hogy nagy dolgot vigyetek végbe. Egyik ötökből a korona szent harcosa lesz. Hosszú hónapok felkészülése után elérkezett a pillanat, amikor eldől, hogy melyik őtök lesz a bajnokom. Pár bajt vívtok egymással. Az nyer, aki képes harcképtelenné tenni az ellenfelét. Hogy annak már csak a kegyelem döfést kelljen megadni, amire viszont nem lesz szükség. Csattant fel a király hangja, és éles pillantást vetett a lány felé. Káin és garnel tanácsos bajnoka kezdi, Utána a fiam egy csap össze Mulison tanácsos bajnokával. Még szép, hogy a király ismerte Káin nevét. Ennyi erővel akár ki is nevezhette volna azt a szörnyszülöttet a korona bajnokává. A két győztes között kerül sor a végső erőpróbára. Aki megnyeri az utolsó párbajt is, az lesz a király bajnoka. Minden világos? Valamennyien bólintottak. Szeréna egy pillanatig annak látta az uralkodót, ami valójában volt. Egy közönséges embernek. Olyas valakinek, aki csupán túl sok hatalom került a kezébe. Ez alatt a szívdobbanásnyi idő alatt nem félt a zsarnoktól. Nem fogok félni, ismételte némán a magának tett esküt. Hagyta, hogy az ismerős szavak eláraszták. Akkor hát parancsomra kezdődjék a pár viadal. Kiáltotta a király. Szeléna ezt úgy értelmezte, hogy egyelőre kisétálhat a körből. Oda ment kólhoz és mellé állt. Káin és Rönó meghajolt a király majd egymás felé. Előhúzták a kardjukat. Szeléna pillantása végig siklott Renaud testén, ahogy a férfi felvette a küzdőállást. Korábban már szemtanúja lehetett annak, hogy ezek ketten együtt edzettek. A zsoldosnak egyszer sem sikerült győznie, de minden alkalommal tovább bírta annál, mint amire Szeléna számított. Lehet, hogy ő fog győzni. Káin a magasba emelte a kardját. Sokkal jobb volt a fegyvere, és legalább fél lábnyival magasabb volt az ellenfelénél. Kezdjétek, parancsolta a király. Fém villant, a vívók összecsaptak, aztán eltáncoltak egymástól. Rönó nem volt hajlandó visszafogni magát, hogy védekezzen. Támadásba lendült. Erős csapásokat mért Káin pengéjére. Szeléna lassan, nyugodtan kifújta a levegőt. Elernyeztette az izmait. Megpróbált megnyugodni. Gondolod, hogy egyszerűen csak bal voltam, amikor kiderült, hogy a második körben indulok? Suttogta oda Kolnak. A kapitány a küzdőket figyelte. Szerintem kellő időt kapsz rá, hogy kipihenhess magad. Válaszolta maga eré meredve, majd a küzdők felé biccentett. Káin néha megfeledkezik arról, hogy védenie kell a jobb oldalát. Nézd csak! Szeléne feszülten figyelt. Az óriás ellentámadásba lendült, és közben teljesen oldalra fordult a teste. Semmi sem védte a jobb oldalát. Rönó még csak észre sem veszi, Káin felhördült, és nagyot taszított a zsoldos kardján. Rönó néhány lépésnyire hátra tántorodott. Elszalasztotta a lehetőséget. Hangosan zúgott a szél. Figyelj oda nagyon, hogy mit csinálsz. Folytatta Kól, és még mindig a párbajozókat nézte. Rönó lassan hátrálni kényszerült. Káin minden karcsapása közelebb és közelebb sodorta a földre rajzolt krétavonalhoz. Ha csak az egyik lábával is kilép belőle, akkor már is veszít. Káim megpróbál majd provokálni. Őrizd meg a hideg véred. Csak a pengéjére összpontosíts meg a fedezetlen jobb oldalára. Tudom, felelte a lány. A kellő pillanatban fordult vissza a küzdők felé, hogy lássa, mint Renó nagyot kiáltva megtántorodik. Vér az órából, hatalmas csattanással a földre zuhant. Káin öklét bemocskolta a zsoldos vére. Némán vigyorgott, miközben kardja hegyét Rönó szívére szegezte. A zsoldos véres arca holcsápattá vált. Elővillantak a fogai, amikor felnézett a győztesre. A lány az óratorony felé fordult. Rönó három percig sem bírta. Udvarias taps hallatszott, Szeléna észrevette, hogy gárnál nagyúr arcát eltorzítja a harag, kíváncsi lett volna a tanácsos mennyi pénzt veszített ebben a pillanatban. Bátor küzdelem volt, jelentette ki a király. Káim meghajolt, viszont nem nyújtott kezetrönónak, nem segítette alpra állni az ellenfelének, hanem átment az udvar túlsó végébe. Szeléna nem számított rá, hogy a legyőzött zsoldosban ennyi méltóság maradt, amikor Rönó feltápászkodott, meghajolt és köszönetet mormolt a királynak. Aztán vérző órára szorította a kezét és eloldalgott. Vajon mit, mit jelentett számára az, hogy vezített, Hova kell most visszatérnie? A kör túlsó oldaláról sír a lányra, és megragadta a kardja markolatát. Szelén a kis ilyen elmosolyodott, amikor elővillant a másik orgyilkos megbámult fogai. Még szép, hogy neki ezzel a nyomorékkal kellett párbajoznia. rönő legalább tisztának látszott. Egy pillanat és kezdhetitek, jelentette ki a király. Elő a fegyverekkel. Az uralkodó Perington felé fordult. Túl halkan beszéltek, hogy hangosan zúgó szélben bárki is megérthesse volna a szavaikat. Szelén a kó felé fordult. A kapitány meglepő módon nem az edzések során használt egyszerű kardot nyomta a kezébe, hanem a saját fegyverét húzta elő a hüvejéből. A markolat gomb a delelő nap. Az apró sav való, valósággal ragyogott. Tessék, nyújtotta felé a kardot. Zelina döbbenten bámulta a pengét, aztán felemelte a tekintetét és a kapitány arcába nézett. A fiatalember szemében felfedezte a távoli, észak lágy dombjait. Ez a harcos sokkal inkább a hazájához volt hű, nem pedig a hosszú asztal túloldalán ülő férfihoz. Az orgyilkos úgy érezte, hogy valahonnan a szíve mélyéről kiinduló láthatatlan láncfűzikolhoz. Vedd el, mondta a kapitány. Szeléna vére hangosan lüktetett a fülében már emelte volna a kezét, hogy megragadja a kard markolatát, amekkor valaki megérintette a könyökét. Ha szabadna közbeszólnom, mondta Nehémia az anyanyelvén. Szeretném felajánlani neked a kard helyett, inkább ezt választ. A hercegnő az orgyilkos felé nyújtotta gyönyörű faragásokkal teli vasalt végű vívóbotját. Szelén a tekintete ide-oda járt, kol kardja és a barátnője botja között. Egyértelmű volt, hogy a kard a bölcs választás. A lány valósággal megszédült a gondolattól, hogy a kapitány a saját fegyverét ajánlotta fel. A vívó volt viszont. Nehémi a közelebb hajolt és suttogva folytatta. Hazán fegyverével zúzd össze őket. Élesebbé vált a hangja, elíve elej erdejének fája legyőzi, éderlen a Olyan valaki legyen a király bajnoka, aki emlékezik az áld ártatlanok szenvedésére. Hosszú hónapokkal ezelőtt nem valami ilyesmiről beszélt Elena is. Szelén nyelt egy hatalmasat, Kóla lengette a kardját és hátrább lépett. Magára hagyta a két nőt, Nehémia továbbra is feszülten bámult a barátnője arcát. Az orgyilkos pontosan tudta, hogy mire kéri a hercegnő. Az uralkodó bajnokaként lehetősége lesz majd számtalan élet megmentésére. Adott esetben aláshatja akár magának a királynak a szándékait is. Egyértelműnek tűnt, hogy pontosan ezt akarta Elena a mostani uralkodó őse is. Bár a lánya puszta gondolattól is megremegett, azt hitte, hogy soha az életében nem mer majd dacolni a király akaratával. Nem tudott megfeledkezni a hátán égtelenkedő három forradásról, vagy azokról a rabszolgákról, akiket távol végen hagyott, mint ahogy az ötszáz lemészárolt Elivi lázadóról sem. Elvette a botot Nehémia kezéből. A hercegnő vadúr ránevetett. Kól meglepő módon egy szóval sem tiltakozott, Némán a hüvejébe lökte a kardját, fejet hajtott Nehémia előtt, és vállon veregette Szelénát, mielőtt a lány átlépte volna a kréta vonalat. Az orgyilkos kipróbálta a botot. Jól kiegyensúlyozott, erős, vastag fegyvert kapott. A végén a kerek vasalással bárkit ki volna ütni. Érezte rajta Nehémia finom olajának és lótuszillatú illatszerének kellemes szagát. Igen, ez a víbóbot nagyon is megfelel, hiszen verint puszta kézzel intézte el, sírt és káint majd ezzel kényszeríti térdre. Az uralkodó felé pillantottam, az idős férfi még mindig Perringtonnal tárgyalt. Helyette a fia nézett vissza az orgyilkosra. Dorian zafírfényű szemében visszatükröződött a ragyogó égbolt. Kisé elkomorult a tekintete, amikor Nehémia felé pillantott, az ifjú herceg sok mindennek lehetett tartani, de butának nem. Felismerte vajon Nehémia fegyverének jelképes jelentését? A lány gyorsan másfelé nézett. Emiatt majd később aggódik. A kör túlsó végében sír ingerülten járkált fel és alá. Várta, hogy a király engedélyt adjon a küzdelem megkezdésére. Ha majd végre újra a párbajózókra figyel. Szeléna remegve fújta ki a levegőt, Elérkezett hát a nagy pillanat. kézzel erősen megszorította a rudat, szinte magába itta a fa erejét, a barátság hatalmát. Olyan sok minden történhet néhány perc alatt, olyan sok dolog megváltozhat. Szembefordult kollal, a szél a hajába tépett, kicibált néhány hajszálat a fonatból, a lány füle mögé igazította őket. Függetlenül attól, ami történni fog, szólalt meg halkan. Köszönetet akarok mondani neked. Kohl félrehajtotta a fejét? Mit köszönsz meg? Az orgyilkos érezte, hogy könyvbe a szeme. Ennek kizárólag az erős szél lehetett az oka. Pislogott néhányat. Azt, hogy érzelmet adtál a szabadságnak. Kol nem válaszolt. Némán megragadta a lány kezét, hüvelykújjával végig simított szelén a gyűrűjén. Kezdődjön hát a második párbaj, mennydörögte a király, kezével a kör felé intett. Kól megszorította a lány kezét, a dermesztően hideg levegőben szinte forró volt a kezé. Lásd el a baját, mondta. Sír belépett a körbe, és kihúzta a kardját. Szerén a kiegyenesedett, és kihúzta a kezét kolszorításából. Gyorsan meghajolt a király, majd az ellenfele előtt. Sír szemébe nézett és elmosolyodott. Lazar rogyasztott küzdőállást vett fel, és két kezébe fogta a botot. Nem is tudod elképzelni, hogy milyen nagy fába vágtad a fejszédet, barátocskám,